Egy benzinkutat felgyújtottak, egy postát pedig megrongáltak a járványügyi szigorítások ellen tüntetők Martiniken. A Franciaországhoz tartozó Karibi-szigeten eredetileg az egészségügyi dolgozók és a tűzoltók kötelező oltása ellen kezdtek el tiltakozni hetekkel ezelőtt. Azóta viszont a helyiek már függetlenséget követelnek maguknak, az üzemanyagárak és az infláció elszabadulásán felháborodva. Azt gondoltam, hogy be fognak törni, de azt nem, hogy fel is gyújtják a benzinkutat, hisz az egy ketyegő bomba, mesélte egy szemtanú. A szomszédos Guadeloupe-on is hasonló a helyzet. A fővárosban 2000-en tiltakoztak a párizsi kormányzat járványkezelése ellen. A tengeren túli területekért felelős miniszter már be is jelentette, hogy Franciaország kész kiterjeszteni a sziget autonómiáját. Nekünk állampolgároknak, sőt még a választott képviselőinknek sincsen igazán ráhatásunk Guadeloupe irányítására. Most nagyon fontos, hogy a helyiek megértsék, hogy mennyire fontos a függetlenség, magyarázta az egyik felvonuló. A megmozdulásokon sok a lövöldözés, 10 rendőr és 4 újságíró is megsérült.